Zemplén elmúlt időszakának legjelentősebb 52 milliárd forintos infrastruktúrális beruházásával mintegy 290 kilométernyi fő- és mellékút újul meg az elkövetkezendő két évben. Váberer György, a Tokaj Zemplén térség fejlesztésért felelős kormánybiztos a sajtótájékoztatón szólt arról, hogy a Tokaj Zemplén régió jövője a jól átgondolt és hatékonyan működtetett idegenforgalomban, az ahhoz kapcsolódó vendéglátásban, a borászaton nyugvó gasztronómiában van. A fejlesztések eredményeként javulnak az életfeltételek az új munkahelyeknek köszönhetően, megállítható az elvándorlás és a térség a Balaton és Budapest után Magyarország harmadik legfontosabb turisztikai célpontjává válik. 92 projektünk van, most gyakorlatilag kb. A 20. van olyan stádiumban, hogy el fog kezdődni gyakorlatilag nagyon rövid időn belül a kivitelezése. Most ezt, hogyha megnézzük, hogy egy év telt el azóta, mióta ezt összeraktuk a programot, és mindenki eddig olyan kételkedve fogadta, hogy ebből mikor lesz valami, nyilván azt a részét nem látják az emberek, hogy ez nagyon sok dolognak meg kell történni, hogy egy ilyen kivitelezés elindulhasson. Tehát ezt az úthálózatot, hogy a főberuházó említette, meg kellett tervezni. Tehát nagyon sok mérést kellett végezni ahhoz, hogy hol kell megerősíteni az utat, milyen technológiákkal kell a teherbírást, egy magasabb teherbírásra felkészíteni. Tehát ez a tervezések, a közbeszerzéseknek a lebonyolítása, tehát mind egy időigényes dolog volt, de eljutottunk odáig, hogy elindul ez a munka. És bízom abban, hogy két év alatt ez a 290 kilométer megvalósul, és gyakorlatilag ez a térségben élő embereket és az ide látogató embereket is nagy mértékben fogja érinteni és segíteni. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője szólt arról, hogy azzal, hogy ez az útépítés megkezdődött, egy 20 éves álma vált valóra a Zemplénben élőknek. Hozzátette, hogy ahhoz, hogy még több turista érkezzen ide, jó infrastruktúrára is szükség van. Úgy gondolom, hogy a térségben az elmúlt időszak legnagyobb útépítkezése zajlik most. Szerintem mindannyian látjuk, ahogy Miskolcról megyünk Szerencs irányába, hogy tényleg nagyon szépen halad a négysávosítás, ez pedig egy fontos dolog, hogy most a másik irányból, Sátoraljaújhely irányából is elindulunk az útépítéssel, útfejlesztéssel, Szerencs irányába. Tokaj hegyaljának a gerincét egyértelműen a 37-es főút adja. Szerintem az is egy nagyon örömteli hír, hogy egyébként egy újabb körforgalom is épülni fog Bodrogkeresztúrnál. Egyértelműen a körforgalmak a legbiztonságosabb megoldást nyújtják az ilyen útelágazásoknál. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy most már csak az útépítőknek kell valahogy összehangolni ezt a sok építkezést, mert emellett a 37-es főút építése mellett van még számos olyan egyéb mellékrendű utaknak a fejlesztése, amely tényleg nagy logisztikát igényel, úgyhogy én nagyon szeretném megköszönni Váberer kormánybiztos úrnak és mindenkinek, aki ebben az útépítési munkálatban részt vesz, hogy ide figyelt ránk, és hogy ennyire pozitív üzenetet ad a térségnek. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő elmondta azt, hogy a jó turizmushoz jó utakra és jó borokra is szükség lesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan átadják az M30-ast, abba csatlakoznak bele a térség más útjai, így lesz gyorsabb a közlekedés. Hörcsik Rihárd kiemelte, hogy a Zempléni hegy közben például Sátoraljaújhely és Pálháza között, valamint Telkibánya irányába is lesznek útfejlesztések, valamint a Bodrog közben vagy az abaúi területeken is. Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit ZRT műszaki vezérigazgató helyettese a munkálatokat ismertetve elmondta. Idén rekordszámú több mint 1250 kilométernyi, főleg mellékúton indulhattak el teljes körű felújítási munkák. A folyamatosan ütemezetten haladó felújítási programokon belül is kiemelkedik a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programjának 52 milliárd forint értékű csomagja, amely a következő három évben biztosít forrást a térség infrastruktúrális beruházásaihoz. A előkészítést kormánybiztos úrral már több mint egy éve megkezdtük.
Nyilván legelőször detektáltuk a szakaszokat, melyik helyen milyen beavatkozás szükséges. Ugye első szakaszként ugye 37-es utat kezdjük felújítani, és folyamatosan haladunk a projekttel. Jövő év elején kezdjük a 37-es Szerencstől a mezőzombori körforgalomig eső részét. Nyilván ezt azért tesszük, hogy a forgalomkorlátozások egy kicsikét megoszoljanak, hogy ne egyszerre sokáig tartsuk fel a forgalmat, majd úgy tovább haladunk a többi projekttel. Műszaki paramétereit tekintve jellemzően kétrétegi felújítások, tehát marás után két réteget rakunk rá, hogy erősödjön ugye a burkolat. Nyilván itt a térségben jelentős mezőgazdasági, a szőlészetből mezőgazdasági forgalom, valamint nem elhanyagolható az erdészeti forgalom is, ezért erre terveztünk. A szakaszon megújítjuk a hidakat, a közlekedés biztonsági elemekre, mint ahogy említettem is, a tartós burkolati jelek, tehát jobb láthatóságú, biztosító forgalomtechnikai elemeket fogunk kihelyezni. Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere örömmel üdvözölte a közúthálózat fejlesztését, amely elengedhetetlen a helyi gazdaság fejlődéséhez, a turizmus és az idegenforgalom bővüléséhez. Úgy véli, hogy ez lehetőségeket kínál majd Szerencs további fejlesztéséhez. Nyíri Tibor kiemelte a 37-es főút Sátoraljaújhely Szerencs közötti szakaszának a teljes felújítását, amely mellett számos mellékút is új burkolatot kap. Akik az elmúlt időszakban jártak Plügy, Csobajti, Szaladány, Tokaj között, azok láthatják és érezhetik a kátyúk nélküli közlekedés boldog perceit. Ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy 13 milliárd forintból kerékpárutakat létesítenek, akkor már valóban elérhető közelségbe kerül, hogy Zemplén, Balaton és Budapest után Magyarország harmadik legfontosabb turisztikai célpontja legyen, ahová közúton Szerencsen, Hegyalja kapuján keresztül érkeznek. A program fő elemei között szerepel a 37-es út Sátoraljaújhely Szerencs közötti, illetve a 39-es út Mezőzombor Abaújkér közötti szakasza is, valamint a térség számos mellékútjának a teljes körű felújítása is.